Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tolna megyei értékek napja, 6. alkalommal mutatták meg magukat a települések. Rendkívüli testületi ülés Pakson, a költségvetés és közlekedés biztonsági kérdések is napirenden voltak. 130 ezer forint bírság néhány száz méteren, 3 súlyos szabálysértés követett el a robogós. Regionális szakmai polgárőrnap, jól vizsgáztak a Tolna megyei önkéntesek a járvány idején. Hatodik alkalommal szervezte meg a Tolna megyei önkormányzat a Vára megye Tolna megyei értékek napját. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, ez a rendezvény alkalmas arra, hogy közelebb hozza egymáshoz a települések önkormányzatait és erősítse a Tolna megyei identitást. 6 esztendővel ezelőtt Menida volt az első olyan kis település, mely értékmentő munkájáért elismerést vehetett át a Tolna megyei értékek napján. Most pedig a kis település adhatott otthont a rendezvénynek. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, az elmúlt esztendők visszaigazolták a kezdeményezést, és a települések megértették az értékmentés jelentőségét. Arról is szólt, hogy ez a rendezvény erősíti az összetartozás élményét és ezzel a megyét. Ez arról szól, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, hogy megismerjem Kapospula polgármesterét, hogy megismerjem Medina település szerkezetét, a medinai embereket. Tehát az, hogy emberi kapcsolatokat létesítsünk, mert ha az emberi kapcsolataink jók, akkor mindent könnyebb elintézni, minden flottabbul megy, minden gyorsabban megy, és a projekteknél erről van szó. Kuti Lívia, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatója arról beszélt, számtalan értékből lett már gazdasági vállalkozás, hiszen a helyi foglalkoztatás politikában felhasználhatók azok a mesterségek és tudások, melyek újra tanításával munkahelyek hozhatók létre. Ácseső Szekszárd polgármestere úgy vélte, az értékekre kell gazdaságot építeni. Szekszárd mindig híres volt arról, hogy itt nagyon szolgálatos emberek laknak, és én azt gondolom, hogy a szőlőtermesztéstől éppen az autóiparig meg tudjuk azt mutatni, hogy érdemes idejönni, mert ha valaki egyszer itt letelepszik, akkor megfelelő alázatra bíró munkavállalókat talál, és biztos lehet abban, hogy egy jó jövőképet tud magának kialakítani és előre jelezni tulajdonképpen, hiszen azok az erősségek, amelyek megjelennek a dolgozókban, vagy éppen a hely szellemében, azok mindenféleképpen ide vonzák, és itt marasztalják a befektetőket. Az idei esztendőben Tolnai Kumán nyilvánították a Szekszárdi Márcot, a Paksi Lusszóniumot, a Nagyszékely Templom épület együttesét, valamint a Tamási Gyógyvizet. A megyei értékdíjat ebben az esztendőben Paks városa vehette át. Országszerte megszűnt az ingyenes parkolás szerdától. Az ingyenes parkolást április elején vezették be, hogy így tehermentesítsék a tömegközlekedést, ezzel is lassítva a koronavírus terjedését. Az ezt leíró két rendelet június 30-áig volt érvényben, így szerda éjfél óta már mindenhol fizetni kell a parkolásért, ahol ez korábban is így volt. Az ellenőrök viszont az első napokban még nem bírságolnak, csak figyelmeztető cetliket hagynak az autók szélvédőjén. Rendkívüli testületi ülést tartottak Pakson. A képviselők a város költségvetéséről, közlekedésbiztonsági fejlesztésekről és jutalmazásokról is tárgyaltak. Ezek mellett Szabó Péter polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről számolt be. Rendkívüli testületi ülést tartottak Pakson, melyen a költségvetésről, közlekedésbiztonsági fejlesztésekről és jutalmazásról is tárgyalt Paks képviselő testülete. Szabó Péter polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről is beszámolt. Több mint 100 intézkedést hoztam meg ez alatt az időszak alatt. Közel 94 millió forintot költött a város a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezésre. A veszélyhelyzet idején kiemelkedő teljesítményt nyújtó köznevelési, valamint egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók jutalmazására 47 millió 724 ezer forintot különítettek el. A döntés értelmében 225 intézményi dolgozó kap jutalmat. Kiemelkedő elismerést kap a Paksi Életfa, Idősek Otthona és a Paks Kistérségi Szociális Központ 103 munkavállalója, akik munkájának eredményeként senki sem fertőződött meg Pakson. Ők bruttó 400-400 ezer forintot kapnak.
Arról a megvalósíthatósági tanulmányról is tárgyaltak a városatyák, amely alapján megoldódhat a gyalogosok biztonságos átkelése a Kölesdi úton, valamint elindulhat a Kölesdi út, elkerülő út, csomópontban körforgalom vagy jelzőlámpás forgalom irányítás kialakítása. Elfogadtuk azt a verziót is, ami viszont a Kölesdi út és az elkerülő út, vagy menekülő útnak is szokták nevezni, csomópontra vonatkozik. Ott ugye az a két variáció volt, hogy vagy jelzőlámpás, vagy körforgalom, és a körforgalom kialakítása mellett tettük le egyenlőre a voksunkat. Rendes, betervezett testületi ülés legközelebb szeptemberben lesz Pakson, de a nyár folyamán számolnak rendkívüli ülések beiktatásával is, mivel az évszázad egyik legnagyobb beruházása zajlik az atomvárosban. 170 ezer egészségügyi dolgozó kapja meg a bruttó 500 ezer forintos juttatását a koronavírus járvány idején tanúsított helytállásáért szerdán, illetve a napokban. Az egyszeri rendkívüli jutalomra a kormány 101 milliárd forintot biztosít. A pénzből mások mellett a kórházak, a szakrendelők, az egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltatók, az országos mentőszolgálat és az országos vérellátó szolgálat dolgozói, köztük orvosok, ápolók, asszisztensek, takarítók, valamint a műszaki és adminisztratív területen dolgozók, házi orvosok, fogorvosok, védőnők, főállású iskola orvosok kapnak. 130 ezer forint bírságot kapott egy robogós szexárdon, mert néhány száz méteren több szabálysértést is elkövetett. Az egészet videóra vették a rendőrök. A motoros emellett 16 büntetőpontot is bezsebelt, ami azt jelenti, hogy mostantól nagyon könnyen elveszítheti a jogosítványát. Piros lámpánál húz el a robogó sofőrje a civil rendőrautó mellett. A felvétel Szexárd központjában készült. A rendőrök egyből a motoros után eredtek, aki ezt követően még két másik szabálytalanságot is elkövetett. A megengedett legnagyobb 50 km/órás sebesség helyett 73 km/órával közlekedett. Nem volt elég ez a szabálysértés sem a motoros számára, hanem a város központjában az egyik utcába kanyarodott annak ellenére, hogy annak a balra kanyarodását tiltó tábla jelezte. A motoros is súlyos büntetést kapott, 130 ezer forintjába került ez a néhány száz méteres út, és 16 büntetőpont is járt a szabálytalanságokért, ami azt jelenti, hogy már csak kettő kell, hogy elvegyék a jogosítványát. Szeretnénk felhívni minden járművezető figyelmét a szabályos és norma követő magatartásra, hiszen hogyha valaki nem a szabályok betartásával közlekedik, az könnyen tragédiához vezethet. A 130 ezer forintos bírságot kapó motoros egyébként azt mondta a rendőröknek, hogy az ebédjéért sietett ennyire. Regionális szakmai napot szervezett az Országos Polgárőr Szövetség Dunaföldváron. A négy megye polgárőreinek részvételével megtartott rendezvényen kitüntető címeket és miniszteri elismeréseket is átadtak. Én nagyra becsülöm az önök munkáját, kérem, hogy ezt változatlanul végezzék, hogy a fiatalok utánpótlásába is hallatlan feladataink vannak. Elsőként Süli János köszöntötte Dunaföldváron a Stefánia hajón a regionális szakmai polgárőrnap résztvevőit, majd az országos elnök beszédében elmondta, a veszélyhelyzet alapvetően átrendezte a polgárőrség tevékenységét országos szinten. Az elmúlt három hónap alatt jelesre vizsgázott a polgárőrség, főként karitatív tevékenységét illetően. Tevékenységünkben prioritást kapott a karitatív tevékenység, az idős gondozás, a szociális gondozás, valóságos polgárőr szociális hálózatok alakultak ki országszerte. Naponta 20 ezer adag ételt szállítottak ki a rászorulóknak, és emellett természetesen a közterületi szolgálatot sem hanyagolták el. Majd Pintér Sándor miniszterelnök helyettes belügyminiszter köszönő levelében további támogatásáról biztosította a polgárőrséget. A Tolna megyeiek tevékenysége kiemelkedő volt a pandémiás helyzetben. Én azt gondolom, hogy az országban szinte az elsők voltunk abban, amikor minden polgárőrtársunkat védőfelszereléssel elláttuk, hogy nyugodtan tudjunk önkormányzatoknak, katasztrófavédelemnek, rendőrségnek segíteni, így védjük magunkat és védjük azt az ember tömeget, akik adott esetben fertőzöttek lehetnek. A négy dél-dunántúli megye részvételével megtartott ünnepségen kitüntető címeket is átadtak. Miniszteri elismerés köz szolgálatáért ezüst fokozatát kapta Széles János Tolna megyei elnök, bronz fokozatot Szilák Henrietta Tolna város elnöke. Az Országos Polgárőr Szövetség érdem kereszt arany fokozatát Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármestere vehette át.
Sorozatbetörőt fogtak a Tolna megyei rendőrök. Egy helyi nő tett bejelentést, mert a házából a tolvaj ékszereket, készpénzt és egyéb tárgyakat vitt magával. Néhány nappal korábban két másik házba is betört a bűnöző, a nyomozók hamar rájöttek, hogy mindhárom eset ugyanahhoz az emberhez köthető. A rendőrök végül egy 51 éves férfit fogtak el, akinél a korábban eltűnt tárgyak közül többet is megtaláltak. A tolvajt azóta már le is tartóztatták. Új elnök vezeti a Szekszárdi Rotary Klubot. A jótékonysági akcióiról ismert civil közösség a tervek szerint a következő egy esztendőben sem hagy fel korábbi tevékenységeivel, szinte valamennyi akciójukat folytatják. Sőt, a cél, hogy fiatal tagokat toborozzanak. Az elnöki nyaklánc átadásával hivatalosan is új vezetője van a Szekszárdi Rotary Klubnak. Kiszler Gyula két éven keresztül vezette a jótékonysági akcióiról ismert közösséget. Ez ritkaságnak számít, a Rotary Klubban ugyanis a hagyományok szerint évente váltják egymást az elnökök. A most záruló két éves ciklusra azért volt lehetőség, mert több elhúzódó nagy projektje is volt a Szekszárdi Rotarynak. Úgy gondoltuk, hogy ezt az áthúzódó projektet egy ember jó lenne, hogyha vinné tovább, valamint a várossal való olyan kapcsolatom, ami kialakult, valóban úgy mondta a többi rotaritag, jó lenne, hogyha én tovább vinném ezt a rotarit egy évig. Béres Vilmos, a Rotary új elnöke azt mondja, a már meglévő programjaikat mindenképpen folytatni akarja. Így például idén írnak ki pályázatot rászoruló szekszárdi diákoknak, szerveznek tábort, jótékonysági estet és a szekszárdi gyermekotthont is támogatni fogják. Emellett 2020 fő célja, hogy fiatalokat vonzanak be a Rotary klubba. Meg kell nyerni a felnőtt klubba is olyan sikeres, arra érdemes vállalkozókat, akik látnak ebben az eszménységben fantáziát, és akik kapcsolódnak ahhoz, hogy azokban a közjóért végzett feladatokban ők is részt vegyenek, amelyeket eddig végeztünk, illetve a jövőben végezni tudunk. Ez az egyik. A másik az abszolút fiataloknak a megnyerése. Ehhez pedig a tervek szerint a Rotary tagjai középiskolákban is toboroznak majd önkénteskedni akaró fiatalokat. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. 800 millióból 40 hektárnyi terület, betelepülő vállalkozásokat várnak a Mohácsi Ipari Parkba. Elismerés az egészségügyben dolgozóknak, Semmelweis napi ünnepséget tartottak a pécsi klinikák. Új helyen a Bábszintér, az egykori kápolnában rendeznek előadásokat Kaposváron. Baranyai kis- és középvállalkozások költözhetnek be a Mohácsi Ipari Parkban kialakított új területekre. A 40 hektárnyi zöldmezős fejlesztés 800 millió forintból valósulhatott meg. Az átadó ünnepségen ismertették, kialakították a közműveket, a közlekedést is biztosítják, a betelepülő cégek pedig támogatásban részesülnek. Hivatalosan is átadták a Mohácsi Ipari Parkban azt az új 40 hektárnyi területet, ahol kis- és középvállalkozások építhetik ki cégeiket. A beruházás 800 millió forint Európai Uniós támogatásból valósult meg. A munkálatok során a közművek kialakítása mellett a közlekedési feltételeket is biztosította az önkormányzat. A Dunamenti város polgármestere beszédében emlékeztetett, az ide települő cégek támogatásban is részesülnek. Önkormányzatunk a telekárból nyújtott komoly engedménnyel támogatja az új vállalkozásokat, munkahelyteremtést, illetve meglévő vállalkozásokat, amennyiben azok új telephelyet létesítenek és bővítik dolgozóik létszámát. Az ipari parkban már most is működnek vállalatok, ám az új területen akár a nagyobb, akár a kisebb cégeknek is szeretnének lehetőséget biztosítani munkájuk megkezdéséhez. Így több, másfél és 5 hektár közötti területekre osztották a park ezen részét. Ezeknek az a lényege, hogy nagyobb léptékű vállalkozások is be tudjanak már települni. Kiépült az alap infrastruktúra, víz, szennyvíz, gázvezeték, megnöveltük a villamoshálózatnak a kapacitását, és úgy gondoljuk, hogy Mohácsra most bátran várhatunk már ide települő vállalkozásokat. Az ünnepségen a Baranya megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ez a zöldmezős iparterületi fejlesztés nem csak Mohácsnak, hanem az egész térségnek előnyt jelent. Őri László hangsúlyozta, az új munkahelyek létrehozása mellett a munkavállalók létszámát is növelhetik, így helyben maradhatnak a baranyaiak. Hozzátette, a város mindig is élen járt a hasonló fejlesztések lebonyolításában. Az elmúlt időszak megyei fejlesztési programjának Mohács abszolút nyertese.
kérdése, hiszen 30 fejlesztést tudott a megyei önkormányzat a fejlesztési forrásokból itt Mohácson támogatni. Ez több mint 7,3 milliárd forint fejlesztési forrás jelent a város számára. Az ünnepségen elhangzott, már most több mint 1000 mohácsi dolgozik az ipari parkban. A résztvevők felelevenítették, hogy mindezen fejlesztések a néhai Szekó Józsefnek köszönhetők, hiszen a korábbi polgármester indított el számos projektet. Ünnepeltek az egészségügyi dolgozók kedden Pécsen. A klinikákon dolgozók munkáját ismerték el a szakma ünnepén a Semmelweis napon tartott összejövetelen. Itt az egészségügyi dolgozók, orvosok, a szakminiszter és a klinikai vezetés javaslatára vehettek át elismeréseket. Összesen 81-en kaptak oklevelet, plakettet a 3500 dolgozó közül. A kormányzat is kifejezte háláját egy korábbi döntésével az egészségügyisek iránt, erről is beszéltek az ünnepségen. Elismerő és dicsérő okleveleket vehettek át a pécsi klinikákon gyógyító orvosok, egészségügyi dolgozók kedden. A Semmelweis nap alkalmából tartottak ünnepséget Pécs egyik belvárosi szállodájának dísztermében, ahol 81 klinikai dolgozót jutalmaztak. Július 1-én érkezik a kormányzat támogatása is, ami egyszeri 500 ezer forint juttatást jelent. Köszönjük ezen kormányzati szándéknak a megvalósulását, munkatársak nagyon örülnek, ez egy olyan érték, ami egy löketet, támaszt ad a munkatársaknak, hogy szükség esetén, amikor rendelkezésre állnak mindenféle információk hiányában, egy vírusellátás kezdetén, közepén, menet közben nem tudva, hogy mi lesz a vége, akkor egy ilyen jellegű elismerés egy óriási lehetőséget jelent munkatársainknak, egy olyan elismerést, amit ők nagyon-nagyon köszönnek, és mi is köszönünk, hogy ez egy előtérbe tudott kerülni, és megvalósulni tudott július 1-e napján. Az ünnepségen köszönetet mondtak a dolgozóknak a koronavírus miatti veszélyhelyzetben mutatott helytállásokért. Ugyanakkor a klinika vezetője felhívta a figyelmet, hogy az egyéni védőfelszerelések használata, a higiéniai szabályok betartása továbbra is fontos, hiszen még fennáll a megbetegedések lehetősége. Otthonra találta a báb szintér, amely a Somogy megyei kórház egykori kápolnájában kapott helyet. A létesítményt ünnepélyes keretek között adták át a gyerekek legnagyobb örömére. A kicsiket természetesen vidám, báb előadásokkal is várták a megnyitón. Ismét bámulatba ejtették a gyermekeket a báb szintér művészei. Benedek és Liliana igazi báb szintér rajongók, mint mesélik, egyszerűen nem lehet megúrni az előadásokat. Amikor táncolt az emberkével, és meg amikor kiment a gyerekekhez, meg a sárkányos. A báb szintér művészei ezentúl már állandó helyszínen a tavaly átadott Vasari Parkban található kápolnában várják a gyermekeket és szüleiket. Nagyon örülünk neki, mert ez megérdemelt helyre került a báb szintér, úgy gondolom, úgyhogy mi régi rajongók vagyunk, a gyerekekkel óvodáskoruk óta járunk, úgyhogy örülünk, hogy most már itt is jöhetünk és nézhetjük az előadásokat. Érítsd meg a kulcsát! Hatalmas színi, nem akarod tapsiat, kinek! A báb szintér évente 160-180 előadást tart elsősorban Kaposváron és környékén. Eddig többnyire művelődési házakban léptek fel. Most azonban állandó helyszínen várják a közönséget. Ahogy Pályi János, a báb szintér művészeti vezetője fogalmaz, 10 év működésére szavazott bizalmat a városvezetés, amikor úgy döntött, a báb szintér új otthona lesz az egykori kápolna. Sokan mellette voltak a városban, hogy ez az épület, ez a gyönyörű történettel bíró is hatalmas felújítások után átadásra kerül épületben bábszínház lehetséges. Tehát kápolnából bábszínház egy szakrális térben a báboknak a misztériuma kell életre, és hát reményünk szerint a közeljövőben pedig egy társulattal bíró állandó bábszínház is lesz. Az ünnepélyes megnyitón Szita Károly polgármester az 1,4 milliárd forintból megvalósuló teátrum szimbolikus kulcsát is átadta a gyermekeknek. A lehetőséget kell megbiztosítani a kicsiknek arra, hogy együtt legyenek, hogy társaságot találjanak, legyen értelme ide kijönni a játszótérrel együtt. És van egy csodálatos művészünk, Pályi János, aki régóta csinálja, már több mint egy évtizede csinálja, már azt, hogy mosolyt csal a kicsiknek az arcára, és ezzel a mosollyal nem csupán szórakoztat, hanem tanít is. Nagyon szépen köszönöm neki
az, hogy belakja ezt az épületet, és nem önmagának, hanem mindnyájunknak. Ezzel a beruházással tovább színesedett és még vonzóbbá vált a tavaly átadott Vasari Park. Országos flashmobot hirdetett a Magyar Idegenvezetők Szövetsége KEDRE. A kezdeményezéshez a régióból is csatlakoztak, és a pécsi Széchenyi téren adták elő esernyős táncokat az idegenvezetők. A cél, hogy visszacsalogassák a turistákat, hiszen a bel- és külföldi turizmus hiánya a vendéglátásban és a szállodaiparban is komoly veszteséget okozott. Nehéz helyzetbe kerültek az idegenvezetők is a koronavírus járvány miatt. A pandémiás időszakban munkanélkül maradtak, és sokuknak ez az egyetlen bevételi forrása. A Magyar Idegenvezetők Szövetsége kezdeményezte azt a flashmobot, melyen a régió idegenvezetői is részt vettek. Mi voltunk az elsők, akik elvesztettük a munkánkat, és nagy valószínűséggel az eddigi kilátások nem túl bizakodóak, hogy mi leszünk szinte az utolsók, akik ismét aktívan munkába tudunk állni. A mi munkánk olyan, amit nem lehet home office-ból, nem lehet online végezni, úgyhogy nekünk tényleg kint kell lenni, akár a tűzőnapon, akár szakadó esőben, de kint kell lennünk a terepen. Az idegenvezetőknek nem volt másra szükségük, csak egy esernyőre és az igazolványukra. Mindannyiunkat ugye nehezen érintett az időszak, és tényleg az idegenvezetés az egy olyan munka, amit nem nagyon lehet online végezni. Nekem ráadásul a másik bevételi forrásom az esküvőfotózásból van, amit szintén azért eléggé kiütött ez a vírus, úgyhogy együtt töltöttem a párommal, 3 hónapot ugye a karantént, és viszonylag kevés harapás nyommal megúsztuk. A flashmob célja, hogy visszacsalogassák a turistákat, hiszen a bel- és külföldi turizmus hiánya a vendéglátásban és a szállodaiparban is komoly veszteséget okozott. Bizakodásra adhat okot azonban az, hogy sorra nyitnak az éttermek, a látogatóközpontok és a szállodák. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Tolna megyei értékek napja, 6. alkalommal mutatták meg magukat a települések. Rendkívüli testületi ülés Pakson, a költségvetés és közlekedés biztonsági kérdések is napirenden voltak. 130 000 forint bírság néhány száz méteren, 3 súlyos szabálysértést követett el a robogós. Regionális szakmai polgárőrnap, jól vizsgáztak a Tolna megyei önkéntesek a járvány idején. Csütörtökön hideg front közelíti meg hazánkat, előtte még füllett, meleg idő lesz. A reggeli órákban megszűnnek a hajnali zivatarok, majd erősebben felhős idő várható. A déli órákat követően nő a szorványosan előforduló, kis körzeteket érintő helyi záporok, heves zivatargócok kialakulásának esélye. Éjjel megérkezik a hideg front. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!